Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék alapot, illetve még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például... Kötött fogás pólót és bögrét. Hátizsákot. Kulacsot. Női pólót. Férfi pólót és vászontáskát. További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Sokszor az lenne a legjobb, ha azt is be tudnánk mutatni, ami adás előtt, meg adás után lezajlik beszélgetés. Most például megállapítottuk azt az örökérvényű bölcsességet, hogy olyan időket élünk, hogy már a liba is kacsából van. Így van. De ennek a részleteit majd egy másik műsorban. A mostani részlete... Az extrán. Lesz egyébként extra, igen, erről jut eszembe, november 27-én, Hol Péter... A liba és kacsa már hadszintátrumban. Sanyi, most már így rám nézel, és este hétkor. Sanyinak kell mondani a mérgesen. Este hétkor a hadszintátrumban szombaton. Aki ezt ilyen szépen mondja, ő Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok. Dévényi István. Üdvözletem. Konok Péter. Jó estét kívánok. És Nagy Attila Tibor. Szép napot, szép estét. Jó, az első témánk az ugye mai hír, csütörtök délután van, ahogy ez szokott lenni, hogy befagyasztják a benzinárat 3 hónapra. 480 forintba állapították meg a maximumot a mi kis népünk kormánya. És hát a kérdés az az, hogy ugye most valami brutális adakozás folyik, pont mai nap kapják meg a nyugdíjasok, ha jól tudom, a minimum 80 ezer forintot, az egyéb adókedvezmények, az infláció, a sorolhatnám. Az egyik kérdés az, hogy miből és meddig, a másik meg, hogy mi vár arra a kormányra, amelyik 2022 után, és ezek akár Orbánék is lehetnek, hatalomra kerül. A jóságos kormány megfékezi a benzinárat, ez az üzenet szerintem a választópolgárok felé, tehát hogy van egy jóságos kormányunk, amelyik törődik az emberekkel, de hát az Orbán kormány belátta, hogy a benzinár az egy kőkemény politikai kérdés. Gondoljunk vissza az 1990-es taxis blokkádra, és azt a kijelentésemet is akkor is tartom, hogyha formailag valóban ma már nem az állam határozta meg, vagy határozza meg a benzinárakat, most ez ugye kivétel, hanem ugye a MOL és más szolgáltatók. Másrészt pedig azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt hónapokban igencsak megnehezedett sok embernek az élete, hitelkamatok törlesztésének a felfelé emelkedése, az infláció, éppen tegnapi KSH adat volt, hogy 6,5%-os volt az infláció az elmúlt egy évben, a kenyérára több mint 8%-kal emelkedett csak a hivatalos KSH adat szerint, és más élelmiszerek is az átlagos infláció alatt felett voltak. Tehát sok embernek lehetett olyan élménye, hogy egyre nehezebb a megélhetés, és amennyiben ez a hangulat elterjed, megmarad, akkor Orbán Viktornak egyre nehezebb lesz hatalmon maradni, hiszen az elégedetlenség nőtt-tömnő. A kérdésedre pedig a válasz, hogy honnan lesz erre forrás vagy pénzt, illetve mennyi. Hát különböző számításokat olvastam erről, ezek 1500 milliárd forinttól 2000 milliárd forintig terjednek, tehát a mindenfajta osztogató lépések az intézkedése. Érdemes tudni ehhez, hogy az árszámadási törvény értelmében a
központi költségvetés kiadási főösszege meghaladta a 25 ezer milliárdot, tehát ez a 2000 milliárd forintos választási osztogatás, ez még egy 25 ezer milliárd forintos költségvetésen belül is egy meglehetősen jelentős tétel, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra fordított kiadás, szintén zárszámadási törvényre szeretnék hivatkozni, 3000 milliárd forint környékén volt, tehát szemmel láthatóan a kormány minden lehetséges megpróbál megtenni, hogy hatalmon maradjon, de a társadalmi folyamatok az elmúlt hónapokban inkább ellene dolgoztak. Nekem ez a régi szovjet vicc jut az eszembe, aminek most az egész viccet biztosan fogom elmondani, mert hosszú, de ugye a poénja az, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Na most itt igazából azt láttuk, hogy az Orbán kormány alapvetően is ez a főműködési szintje az, hogy fosztogat, és mindig van valamilyen szintű osztogatás. Az osztogatás azért általában meglehetősen rögzített társadalmi rétegeknek jár, ugye láttuk ezt leginkább a családi kedvezményeknél, a csoknál, a mit tudom én, a hétüléses autó vásárlási kedvezményeknél és hasonlóknál, hogy be van lőve ez a egyébként meglehetősen ingatag és egyre kevésbé létező középosztály, felső középosztály, mint ezeknek az osztogatásoknak a célja, és akkor jön a választás, előtt ilyen nagy, grandiózus közosztogatást hirdet a kormány. Ugye ne felejtsük el mindig, hogy a fosztogatottból csípnek le erre az összegre végül is valamit. Hát most ez a benzinár dolog is olyan, hogy igazából a benzinár az pont olyan, bár szimbolikus, meg ugye mindenbe beleépül, bár azt ne felejtsük el, hogy csak a lakossági, amennyire jól értelmeztem én most a bejelentés, csak a lakossági benzinárra vonatkozik, tehát az üzemanyagárak növekedését, azt minden egyes termékben és szolgáltatásban továbbra is meg fogjuk fizetni, plusz 27% áfa, amit szintén ne felejtsünk el. De hogy a benzinárral nincs olyan baromi nagy játéktér a kormánynak, mert mindig el szoktuk mondani, hogy ebből csak 100 forint a benzinára, a többi, meg ilyen adó, meg amolyan adó, meg jövedéki adó, mindenféle útalap, meg hasonló, ezeket általában uniós szerződések rögzítik, tehát hogy ez nem menne, ahogy ezt így általában elképzeljük, hogy az Orbán csökkentse ezeket az adókat. Most akkor rögzítették a benzinárat, szerintem még ez lehet, hogy lesz szintén egyébként uniós probléma is, mert nem biztos, vagyok én abban konkrétan biztos, hogy ezt így megtehetik. Lehet, hogy megtehetik ebbe, én tényleg nem látok bele, ezek baromi bonyolultak, de hogy könyörgöm, az egész történet ugye arról szól, most mennyi van még hátra? 4 hónap a választásokig, 5 hónap. 5 hónap. Hogy erre az 5 hónapra valahogy ők kihúzzák, hogyha elosztják az ingünket, a gatyánkat, és visszaosztják nekünk, akkor az is megfelel. Az a lényeg, hogy ezen a történeten, a választáson valahogy túl legyenek, és soha nem néztek ők ám olyan baromi messzire. Tehát amikor fosztogatnak, amikor levisszaosztják maguknak az országot, egyrészt ott van a fejükben, hogy mi lesz majd, ha bukunk, ugye látjuk az alapítványokat, látjuk a kiszervezéseket, nem látjuk a Kajmán-szigetekre irányuló utalásokat és hasonlókat, sok mindent nem látunk, de nagyjából lehetnek sejtelmeink róla, de hogy alapvetően ők bár 1000 éves birodalomról beszélnek, meg arról beszélnek, hogy a keresztény Európát fogják ők igazgatni, meg a világ már mindig ilyen lesz, meg hasonló, de ők mindig csak egy hétre, egy hónapra, egy ciklusra előre nem gondolkodnak, most per pillanat akkor néhány hónapra előre gondolkodnak, és úgy vannak vele, hogy azon a hídon majd akkor fogunk átmenni. Mindjárt befejezem, Sanyi, látom, már nagyon vakarod a füled, az akkor fogunk átmenni, az pedig számíthatunk rá, hogy majd lesz valami kitüntetett célcsoport, ugye a menekültek, a melegek, a Soros Györgyök, a nem tudom micsodák, vagy akárki, a balkezes vagyok, aki ezért felelni fog, és akkor majd erre fel lehet fűzni egy újabb kommunikációt. Előbb-utóbb bedől. Nekem az ez egy nagy tanulság számomra, hogy az egyik ilyen cölöp a Fidesz politikájába, vagy politikai bibliájába, az államadóság elleni küzdelem volt. Hogy ki lehetett lökni, nem? Tehát a járvány van, és akkor most nekünk ilyen dolgot kell csinálni, és a tábor azt mondja, hogy hát igen, ez kell, tehát simán. A másik azon gondolkodtam, nem tudom, mikor fogjuk látni ennek az eredményét, de hogy itt annyi negatív valami hat így a magyar gazdaság ellen per pillanat. Ugye beszéltünk már arról, hogy hát köhög rendesen ez a magyar ipar a háttérben, csak ugye olyan nagyot esett a harmadik hullámnál, a lezárásoknál, hogy onnan tűnik látványosnak a visszajövetel, de nem olyan meredek a visszajövetel, mint amire számítottak. Tehát, hogy komoly gondok vannak a háttérben a magyar gazdaság, vagy a ipar teljesítményével. Erre jön rá tényleg ez a nyugdíjprémiumos osztogatás, amit megfejjel majd a jövedel, vagy a személyadóknak a visszatérítése. Az majd jövő február. Akkor ugye itt van a befagyasztott benzinár, aminek én személy szerint örülök, mert végre drágán
legalább normális benzint tankoltak, eddig olcsón tankoltam normálatlan benzint kínomba. Mondjuk az ellenzék is ezt követelte egyébként, hogy lépjenek valamit, tehát ebben még nemzeti konszenzus van ilyen szempontból, de befagyasztják, ott is, ez is valamilyen tétel ez. És akkor még ott van mellette az, hogy milyen rezsiárak vannak a valóságban körülöttünk, és ugye Magyarországon ez a rezsiharc az már rég el van dőlve, nem teheti meg a kormány, hogy kövesse a világpiaci árakat, hogy abból is adódik majd egy tétel. És ha ezek így együtt, hogy ezek hogy fognak hatni, hát azt nem tudom, mikor fogjuk meglátni, tavasszal? Vagy a választások után? Vagy lesz egy összödi beszéd, ami... A választásokig biztos nem látjuk meg. Hát a Gyurcsányok ugyanezt csinálták. De ez félelmetes ez a sok tétel, hogy egymás mellé rakja az ember őket. Mondjuk erről ezért csak egyetlen mondat, a államadóság, illetve a külső adóság elleni harc, az már Ceausescu elvtársak is baromira bejött, mert egyébként tényleg Románia volt az egyetlen, aki visszafizette az összes államadóság, rámet az ország. Hát most az államadóságban ugyanott vagyunk egyébként, mint voltunk 2010-ben, ugye a 2010-es kormányváltáskor a GDP 82% körül volt az államadóság, most nagyjából ugyanezen a szinten van. De sokkal egészségesebb a szerkezete. Abban a kormánynak igaza van, ezt szintén az árszámadási törvényben láttam, hogy a devizaadósság legalábbis 2020-ban valóban egy kicsivel haladta csak meg a 20%-ot, korábban valóban jóval magasabb volt a devizaadósság, és az is igaz, hogy mondjuk Európai Unióban általánosan nagyon megugrott az eladósodottság, ugye a koronavírus gazdasági hatásai elleni védekezés gyanánt, de ettől még igaz az, hogy az államadósság tekintetében Magyarország ugyanott van 2021-ben, mint volt 2010-ben. Engem ez a ifjúkoromra emlékeztet, most, hogy ez a hatósági jár megjelent, mert ez egy hatósági jár nyilvánvalóan. Egyébként az energiafogyasztás tekintetében a magánszemélyek esetében szintén hatósági ár van, tehát csak a KKV-knál és egyébként nincs. Amúgy a rendszerhasználati díjban, ezt azért szeretném felhívni a figyelmet a csekk olvasóknak, hogy érdemes lenne követniük a rendszerhasználati díj című rovatot, ahol azért a piaci árnövekedés valamilyen szinten követik. De hát egy ilyen országban az emberek nem tudnak olvasni, hát mit csinálják. Annak idején a kommunizmusban, a vasutakozatban kezdték tanítani nekünk, hogy hogy kell kitölteni egy csekket, igaz, hogy akkor azt nem tanították, hogy kell elolvasni egy csekket és értelmezni. Ez az én generációm, amelyik így olvas csekkeket, ugye, amiket megkapunk, azok a hatalmas szövegek ott, vagy mi mindent. Édes Istenem. Na, abban az értelemben emlékeztet engem, hogy akkor kezdődött, amikor ugye annak idején, hogy mi megállítjuk a világpiac begyűrűző hatásait, és a Kelet-Európában a KGST megállítja. Ez jó hosszú ideig tartott, ezt neked mondom, Pista, mire egyébként maga a rendszer összeomlott. De én is emlékszem, kicsi voltam, de emlékszem. A begyűrűzés szó, ez annyira begyűrűzött az én agyamban. Hát most ugye ezek a dumák vannak bizonyos értelemben, ezeket halljuk. Amúgy egyébként úgy gondolom, hogy mély társadalom ismeretről tesz tanúbizonyságot akkor a rendszer vezetése vagy propagandája, amikor együtt és egyetemesen játszik ezekre a gesztusokra, hogy most a gondoskodó Orbánkor. Hát persze, hát miről szól ez a dolog? A választásról. Lehet bizton számítani arra, hogy beszopja a magyar nép? Lehet, csókolom. Hát akkor miért ne csinálják? Hogy utána mi lesz? Maradnak még nagyon komoly eszközök, ha mondjuk többséghez jutnak. Lehet tekerni az elnyomást. Tehát olyan egyszerű, mint a vonatfügy. És eközben én azokkal vitatkozom, hogy hol ezt húzzák elő, hol azt. Ne, ők változatlan hevességgel buziznak, változatlan hevességgel migránsoznak, változatlan hevességgel demagogizálnak ezekben az ügyekben, ki megtalálja magának ehhez a megfelelő hívószavakat abban a 3 milliós körben, amelyikben ők gondolkodnak. Egy dologra azért vannak apró jelek. Nekem már nincsenek azért olyan kapcsolataim a NER rendszerében sem, mint amiből a Pista nagyon sokat tanul. De azért van még néhány, igaz persze, hogy másik oldalról sem nagyon, de bizony azt érzékelem, és ki egyébként megtalálja a Facebookon, én nem akarok hivatkozni senkire,
nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly belső körökből jelentetett meg. Hagyj legyek ennyire rejtélyes, mindenki kapja be. Annyira rejtélyes, még mi se értjük most, még ebben a pillanatban. Nem baj, Sanyi, nem is fogod. Ezt tudod, mikor fogod megérteni? Bocsánat, ha végére értem. Tudod, mikor? Majd, amikor megérsz a műsornak. Oké, oké. Akkor megmondom, hogy kiről beszél. Jó. Nagyon-nagyon centrális és a NER közepe és a család közepe, öregem. És kitett a pasi, akinek így ebből azért ráismerhettek, egy olyan szöveget, amiben elmeséli, ő mint az ország valaha nemrégiben egyik legnagyobb oligarchája, hatalmas horvátországi tengerparti ingatlanokkal, kikötőkkel és kutyafülével. Én tudom ki, szerintem már mindenki. És hogy milyen gyalázatos, hűséges küle van téve, de hogy milyen névvel, címmel megjelöl bírókat, ügyészeket, akiket egyébként megvádol és feljelent, és hogy őt teszik szintematikusan tönkre a jelenlegi ügyészi szervezetet felhasználva és a bíróságokat. Na minden. Tehát azt akarok csak kinyögni, hogy őrült belső feszültségek is vannak, ezzel együtt én, mint választási hozadékról nagyon nem számítok arra például, hogy ez a személy is, hát legalábbis persze, hogy itt mit ér, és majd hogy fog szavazni, vagy legfeljebb nem fog elmenni szavazni. Itt sok-sok ember van ilyen, na, oda akarok csak kikanyarodni, hogy amikor addig fog ezt tartani, Pista, ameddig hogy mondjam, ezeket az elemeket, meg ezeket az őrült nagy költségvetési lukakat be tudják tömni a pénzügyi nyomdával és az inflációval. Na jó, de bár még a benzinára... Mert én nem számítok arra különösképpen, mert itt az van, ez pénzügyi nyomda, kész, passz, pénzt lehet nyomni. Én arra nem számítok változatlanul, mint ahogy soha nem is számítottam, és nem is nagyon működött, hogy mondjuk az a 3 millió ember, aki mély és elképesztő lakhatási válságban van, mondjuk az a 3 millió ember, akinek a helyzete az elmúlt 30 évben katasztrofálissá vált, a szegénységi számokat érdemes, tehát akiket egyébként a középosztály leszar, és a hatalom is mindig leszarja, abban a reményben is, hogy a csórok és a szegények nem mennek el szavazni, mert egyébként nem szoktak. Már úgy nagy számban. No, szóval addig fog ez a buli tartani, amúgy őnekik még van eszközrendszerük, ha megnyerik a választásokat, tekerni fognák, súlyosbítani fogják, centralizálni fogják, erősíteni fogják az önkényt. Ennyi történik. Ez fog történni. De a benzinára, gyerekek, ha jól számoltam ki, az utolsó pillanat előtt ér véget a befagyasztás. Akkor, igen, tehát akkor nem... Már meg fogják hosszabbítani. Mert akkor vissza erre is... Tehát akkor ugye a választás előtt fölugrik újra a benzinár. Már meghosszabbítják, tehát hogy a választás előtt fölugrik, és megint jön a kormány is. Csökkenti. A választásokig már is felejtett, hogy a jó kormány miatt van az, hogy neked nem kell olyan sokat tankolni. Emlékeztetni kell az embereket választani. A kormány nem szárta ki egyébként, hogy adott esetben ismét meghosszabbítja a felfüggesztést. De semmi értelme nem lett volna most a választások után még ezt a dolgot megtenni, ennek így van értelme. Világos. Ez olyan, mint a rendkívül jó, csak egyelőre 3 hónapra szól. Mi is van veszélyhelyzet, vagy rendkívül veszélyhelyzet. Mindig meg lehet hosszabbítani. Ráadásul a veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzeti törvény és az alaptörvény értelmében, a veszélyhelyzetben a kormány olyan jogszabályokat is alkothat, amelyek felülírnak hatályos jogszabályokat. Igen. Tehát például így került sor arra, hogy például egy időben a munkatörvénykönyvének a bizonyos rendelkezéseivel ellentétes, vagy az kiegészítő rendelkezéseket hoztak például a munkaidőkeret kapcsán. Ugyan. Beszéljünk egy kicsit Kósa Lajosról. Akkora hülyeséget mondott, hogy rögtön kórházba is vitték. Jobbulást kívánok neki, amennyiben ténylegesen beteg, de hát azért ez így... Mire gondolsz? Hát így állunk hozzá a politikusokhoz. Igen, azért ez így egy kicsit furcsa volt. Szomorú, de közülök tényleg ez a, hogy... Kedves Lajos, ha tényleg beteg vagy, akkor ez nem az én hibám, hogy nem hiszem el első lépcsőben. Tehát ha beteg vagy, jobbulást. De ha nem... Akkor mi történt vele? Tehát ugye az történt, hogy mind amikor már egyszer 2010-ben felszólalt a parlamentben, és majdnem bezuhant a tőzsde, emlékeztek, hogy ő egyszerűen ilyen, hogy hajlamos marha nagy hülyeséget mondani, vagy ezek megint a Fidesz által boszorkánykonyhában kikever dolgok, és a Lajos a szócső. Több tanúm van, hogy élezem a vitát, amikor a képernyőn láttam a Kósát nyilatkozni, akkor Dr. Csinta, ugye? Azonnal diagnosztizálta. Tényleg nem nézett.
kurva szarul volt. De ez nem menti semmi alól. Ez egyébként csak egyrészt, hogy vitatkozom. Na de Sanyi, a Covid a tüdőre megy, nem az agyra, tehát... Ne, állítólag időn... Dehogy nem. Megy az agyra is? Névmemóriámat egyből meglátod, hogy a belügyminisztérium vette meg a Pegazust, hogyha a Covidos leszel? De ennek nincs jelentősége, csak azért hoztam szóba, a mondandójával összefüggésben én nem tulajdonítok ennek jelentőséget, csak arra akarom felhívni a figyelmet egyébként, hogy magáról tudván tudhatta, mert tényleg szarul nézett ki, hogy ő egyébként most beteg és covidos, mi a szart keresett bent a parlamentbe. Én ezzel csak úgy, mint a politika szükséges példaadó funkciójáról beszélek, amúgy meg a Lajos pont olyan hülyeségeket mondott, mint mindig. Igen. De hát nem, csak nem hülyeség volt, rosszul fejezem ki, tehát úgy értem a hülyeséget, hogy beszél össze-vissza, azt sem tudja. Egy jó, figyelj ide, nem volt ő mindig ennyire. A Kósa nem így lépett be a politikába, mint ahogy egyébként a Gulyás Gergő se, aki egy más szempontból... Kósa egy kedvelhető figura volt. Meg nem volt, figyelj ide, nem arról volt hihetetlen. Akkor, amikor a görög dolog volt, onnantól kezdve meg megnyerték már stabilan a hatalmat, attól kezdve hűült meg teljesen. Nem, ez korábbról kezdődött szerintem. Én szerintem meg nem. Hadd osszam meg azt az élményemet Kósa Lajossal kapcsolatban. Most egy interaktív műsor lenne, de még akkor lehet egy ilyen szavazást, hogy mikor hűült meg Kósa Lajos. Tehát szerintem a Kósa Lajos első polgármesteri ciklusában, ugye Debrecen élén volt polgármester, az első ciklusban 98 és 2000 között egy kifejezetten sikeres politikusnak számított, aki fejlesztette Debrecen. Az első ciklusban újították meg a város főterét. Egy két lábbal a földön járó, mértéktartó, jól nyilatkozó, de mértéktartó politikusnak számított. Én már a második ciklusában, 2002 után kezdtem érezékelni, hogy mintha valami megtört volna. Akkor jött, emlékezzetek vissza, az első lakásügye, amelyben ugyan törvénytelenséget nem fedeztek fel, de mégiscsak. Akkor ugye ott bejött a feleségének a egyesülete vagy egyéb üzleti ügye. Tehát ahogy telt múlt az idő, már 2010-hez közeledve is egyre több kétely merült fel Kósa Lajos politikusi minőségét illetően, és aztán jött valóban a 2010-es államcsőd esetleges belengetése, hogy a görög válság, amikor a forint valóban bezuhat, és azóta Kósa Lajos számos kommunikációs... Várj, még a Csengeri örökösnőről nem is beszéltünk. Jaj, persze. Hát az önmagában egy olyan sztori, hogy ilyet nem tudnának forgatókönyvíró kitalálni, mert ha ilyet kitalálnak, azt mondanánk, hogy na jó, hát ennek semmi köze a valósághoz. De ne felejtsétek el, és akkor nem is akarok erről nagyon hosszan beszélni tovább, hogy azért Kósa Lajos 2010 előtt még Orbán Viktor egyfajta alternatívájának számított a Fideszen. Most azáltal, hogy 2010 után Kósa Lajos egyre inkább lejáratta magát, ezáltal Orbán Viktor eléri azt, vagy elérheti azt, hogy egy újabb lehetséges rivális tud kivonni a forgalomból. Még ezek után azt is kétségesnek tartom, hogy egyáltalán elindítják-e Debrecenben, ugye eddig ő ott volt egyéni országgyűlési képviselő, mert lehet, hogy túlságosan megkopik. De hát már nem rivális. Én nem azt mondtam, hogy rivális, csak Orbán Viktornak van egy ilyen hatalomtechnikai módszere, hogy a párton belüli esetleges riválisokat, vagy akik úgy felnőhetnek, vagy a tyúk szemére léphetnek, egyre inkább elkoptatja. Ugye utalnék például Lázár Jánossal is megpróbálkozott, hogy őt is elkoptassa. Szerintem Lázárt még nem sikerült kellőképpen elkoptatni. Navracsics Tibor. És hát Kósa Lajos. Hát itt van Kósa Lajos. Elkoptak magad páron, bár azért közben meg Orbán Viktor is kopogat, aztán mégsem mondjuk, hát Orbán legalább a fasságokat mond időnként, mint a Kósa. Csak jó, de Orbán Viktor kezében Orbán vannak a titkosszolgálati jelentések, a pénzügyi források. Én igazából azon rögök, hogy így elmondhatjuk a Kósának ezt a dekadencia történetet, hogy tényleg egyre hülyébb lett, szerintem már a kiindulási pont sem volt Peskóta, meg amikor Huszár egyenruhában megfestették, mit tudom, én mindenféle használom. Én láttam azt a festményt Debrecenben. Én műfajában kiemelkedő, leszámítva az első Orbán kormány koronázása című freskót, amit megrendeltek, de ki már nem fizették, mert megbuktak annak idején, az mondjuk egy ilyen szép történet volt. Én akkori munkahelyemnek a politika történet intézetnek javasoltam is, hogy vegyük meg és állítsuk ki és mutogassuk belépítőért, tök jó buli lenne, de valószínűleg drágán adta a festő. Nem is az a lényeg, tehát így röhögünk a Kósán, és azt mondjuk, hogy megőrült, hát ez most a tök, Covid, biztos.
biztos, meg tök hülye lett szegény, azért mondta ki az igazat. Tehát így kicsit úgy vagyunk vele, mint a Gyurcsány, egyik igazság. Kóse elmondta, basszus, hogy izé, mi van? Nyilván azért szólta el magát, mert kettős volt, beívott, covidos volt, tök mindegy, nem akarom ezt firtatni, mert amúgy is hülye. Oké, de hát pont amit mondott, amiről röhögünk, hogy egy politikus ilyet nem csinál, tehát ez teljesen hülye. Az az, hogy elmondta, hogy mi egyébként ez egy picit komolyra, de nem érdemes már túlzottan sokat foglalkozni vele, azért a Honvédelmi és a Rendészeti Bizottság elnökére. Nehogy elfelejtsük, nem akárkiről beszélünk, és nem akárkivel kapcsolatban próbáljunk rávilágítani ennek a rendszernek a működésére. Van egy személyes élményem vele kapcsolatban, még bőven 2015, még a vörös terror idején, amikor csak a Debrecen volt ugye ez a jobboldali fellegvár, és ott én nem voltam, valahol forgattunk, és egy étterembe bejött Kósa Lajos, aki rád úgy néztem, mint egy félisterre, tehát bejött Kósa Lajos, leült az étterem, és egyébként igaza volt. Tehát döbbenetes, hogy Debrecen polgármesteréhez egyszerűen nem ment oda a pincér. De nem azért, mert ő volt a Kósa Lajos, hanem valahogy már mi is figyeltük, hogy nem mennek oda hozzá. És akkor egyszer csak ő megelégelte, és egy kicsit ilyen too much balhét csinált. Tehát arra gondoltam, ugye ez olyan, mint majd most beszélünk Demeter Szilárdról, hogy hiába volt igaza adott esetben, hiába volt igaza, Debrecen polgármestereként ciki volt kiverni a balhét, főleg akkorát, amekkora balhét csinált. Jó, ez csak egy ilyen sztori. De ez kiderült, hogy miért nem mentek hozzá? Nem derült ki, nem volt mögött. Érzéseimből arra emlékszem, hogy egyrészt a pincércsába nem tudta, hogy ő ki, másrészt meg, nem, tehát nem azért nem ment oda hozzá, mondjuk ez majd politikai állásfoglalás volt, vagy valami, egyszerűen csak ő pont itt megszívta. Azt is ő mondta, még az jutott eszembe, az nekem nagyon kedves pillanat volt, mert utána két nappal később baromi sokat buktunk, minek során a kormány megmentett minket, mint devizahiteleseket. Ugye, és akkor azt is ő mondta, hogy nem piaci árfolyamon fogunk forintosítani, ja. Nem. Két nap múlva meg a 10 milliós tartozásunkból 20 lett hirtelen, 10 év törlesztést követően. Az a helyzet, hogy ne menjünk ennek a részleteibe bele, de ha most már másodszor került szóba, ugye az a bejelentésem, ugye, hogy a görög válság meg Magyarország, igen, meg a pénzromlás, azt azért, ahogy a Móriczka elképzeli, hogy az véletlen volt, és abban a ott sokat kerestek. Akkor tegnap, gyerekek, valaki sokat keresett a MOL részvényeken? Hát nem kizárt. Ugye a mai kormányinfó szóba is került, ugye a MOL részvényei 6%-kal kezdtek esni. Szóba is került, hogy Gulyás Gergely mondta, hogy hát lehet, hogyha a bennfentes kereskedelem történt esetleg, akkor annak lehetnek büntetőjogi következmények. Abszolút releváns a kérdés, amit feltettél. Örülök neki, hogy ez nem maradt ki a műsorban. Hát, hogy ezen valaki kerestek, az ilyen. Tehát, ugye ezt nem ma hajnalban jött koronázni. Hát, persze, nem így van, persze. Hát annak idején, amikor az MT-be dolgoztam, és utólag jöttem, hogy mekkora egy marha voltam, mert hogy mi mindig kb. Egy nappal előre tudtuk, de az, hogy mit fogok bejelenteni, azt nem. Csak mindig mondták, hogy Matolcsi, meg Barbó, amit be fogok jelenteni. És ennek mindig az volt az eredménye, hogy ilyen a részvények nagyokat estek. Tehát, ha ezt így az emberi... Hát nem tudtam, hogy mit fogok mondani, de magát az aktus. Rengeteg MOL részvényedet időben eladtad volna. Hát azért az megsortolni. Hát ugye egyes szakmai állítások szerint ugye a pénzpiac egy évben, egy hónap alatt megcsinálja azokat a manővereket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a globális pénzvilág likvid legyen. A hátramaradó 11 hónapban megbuherálják, megkereskednek, meg nem tudom. Hát az izében is, amikor a Medgyesi ről elterjedt először a hír, hogy bukni fog, akkor mielőtt megbukott volna, ezelőtt volt egy csodálatos pillanat, amikor ez lebegett már a levegőben, és a miniszterelnöki hivatal akkori sajtó központja kiadott, sose fogom elfelejteni, neked elvileg emlékezni kéne rá, délelőtt egy meghívót, hogy délután 16 órakor Medgyesi Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart. Az egész világ összejött, mert ugye akkor már azt várták, hogy a Medgyesi le fog mondani. Na, eközben meg a buzgó dolgozók dolgoztak nagyságrendet eső forinttal. Tehát az meg, hogy ebben az országban, ahol bennfentes kereskedés, stb. Stb. Még soha semmilyen módon nem kaszáltak el senkit.
Hát azért az nem úgy van. Én komolyan ismertem a rendszerváltás után nem sokkal, hogy előtte már meg nem mondom, hogy mikor volt. Nagyon rövid történet lesz, egy csávót, aki az első millióját azzal szerezte, hogy időben értesült róla, hogy a Sörösi Ivanyi betétdíját 1 forintról 2 forintra emelik. Eladott mindent, ami a környékén volt, ezért vett egy teherautót, sörös üvegeket vásárolt az egész, majd visszaváltott. Jó, őket. Hát. Ugyanaz. De ez tényleg. Ez viccen kívül. Ez egy igazi történet. Olyan, a megymag sztori. Csak azért a megymagost leültették. Tudod, hogy beszélek a szocializmusban. Mondjuk az is jó volt, amikor Mészáros Lőrinc bement a Indexbe, és elmondta, hogy szerintem az Opus részvénynek hány forintnak kellene lenni. 300 valami körül. Lehet, hogy úgy lesz sokára a tőzs, de azért, hogy elnézzük a benzinárakat. És akkor fel is ment addig abban a pillanatban egy napra. Tehát ott is, aki tudta, hogy mi lesz az interjúban, akkor ezt a 243-310 forintot meg tudta játszani, és azért az nem olyan kis... Emlékeztek még Tóth, és a kedves nézők emlékeznek még Tóth Krisztina költőre? Ő volt az, aki, hát talán mikor volt, egy éve, valamit mondott Jókai Aranyember könyve kapcsán, hogy a ottani férfi-nő szerepek nem a legjobban vannak leosztva, de körülbelül ez volt az egésznek az erőssége. Hetekig fújta a Fidesz média, odáig, hogy ez a szerencsétlen hölgy, remélem itthon lakik még, egyszerűen arra emlékszem az utolsóvel által olvasott interjúban, azon gondolkodott, hogy külföldre költözik, mert annyira meghurcolták. Na hát ehhez képest egy kulturális államtitkár, ugye Demeter Szilárd előállt egy olyan mondattal, melyben a következőket mondta, hogy a magyar irodalom 80%-át kukába dobná, illetve azt, hogy gyűlöli a színházakat. Na most én szerintem ilyet, magánemberként lehet mondani, de nem a Petőfi Múzeum igazgatójaként, és egy olyan emberként, aki több 100 millió forint fölött rendelkezik, milliárd forint fölött rendelkezik, ami a kultúrára. Itt azért van egy érdekes dolog, de szerintem ebben teljesen igazad van, hogy magánemberként mondhat ilyet, teljesen legitim vélemény, lehet ez a vélemény akár egy irodalmárnak is. Ennek a, nem a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, hanem lényegében a magyar kulturális élet átfogó komisszárjaként és gründolójaként és olyan embereként, aki a pénzeket osztja, elosztja, újraosztja, leosztja és lenyúlja. Demeter Szilárd nem igazán mondhatna ilyet. De viszont most ez tényleg egyáltalán annyira rosszul esik, hogy bizonygatnom kell, hogy én nagyon rühellem Demeter Szilárdot. Nagyon tehetségtelen, gusztustalan. Nem kell bizonygatni. Nyugi. Ha igaz az, amit ő most mond, hogy az Index úgy vágta meg azt a szöveget, ahol... A Telex. És a Telex. Bocsánat, elnézést, madár. Ezért... Hát nagyon nem. Már nem tudom, melyik a jobb komolyan. Tehát a Telex úgy vágta meg, ahogy, és ő valóban azt mondta, és ez bizonyítani tudja, vagy legalábbis hát szerintem itt egy bizonyítási kényszer lesz ebben a történetben, és ő azt mondta, hogy én, mint főigazgató, kidobnám a 80%-át a kortárs irodalomnak, na de milyen jó, hogy nem én döntök erről, erre vannak a kuratóriumok, a grémiumok, a mindenféle izék, a díjak, anyagok, hogy ne én döntsem el, mert én kidobnám. Na, ez már itt teljesen legitim szöveg lenne. Tehát, hogyha igaz az, hogy ezt más kiragadta, mondta. Jó, azért mondom, ő most ezt állítja. Én alapból nem hiszek már se az újságíróknak, se a tisztelet a jelenlévő kivételeknek, se pedig azoknak félig, se pedig a politikusoknak meg egyáltalán, a Demeter Szilárdnak meg aztán végképp nem, de azért ez sokban módosítja a történetet. Az alá támaszthatja, amit mond, és én is hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez nagyon cefetül lett megvágva ez az anyag, hogy amikor... Tendenciózusan a megfelelő szó. Hát cefet is jó. Mindig, mostában bajotok vannak. A jelző ide. Végre egy rendben. Na, szóval, amikor megjel ez a beszélgetés, akkor ugye van nekünk ez a újságíró csoport a Facebookon, és hogy szinte azonnal ott felrakta valaki, hogy nézzétek már meg, szerintem ez gáz. Tehát, hogy szakmai szem, nem, hogy mit mond, hanem nézzétek meg, hogy szerintünk ez gáz. És valóban úgy tűnik, hogy nem egészen arról is úgy beszél Demeter Szilárd. Egyébként miért fog, amúgy meg neki ez... Ez a hobbija, nem? Hogy időnként eltűnik, elhalványul, és akkor már hiányzik neki valószínűleg a figyelem, akkor így mond ilyen erős, Pista, ilyen bicskázó Pista, mondatokat vet ki magából, és akkor ezzel foglalkozik az ország. És pont azon azért kínlódtam, hogy annyi minden van, és tényleg ilyenkor aztán összeáll az értelmiség. Nyílt leveleket fogalmaznak, mindenki leteszi, mindenki elmondja, hogy mekkora... De amiről meg alig esik szó, ha már az újságírói munka, hogy tényleg akkor
tételesen végig kell nézni az általa hivatkozott kuratóriumok döntéseit, megnézni, hogy kiket támogattak, vagy mely szervezeteket támogattak. Na, esetleg még azt is, hogy ezek mennyire kötődnek ilyen vagy olyan politikai párthoz, vagy a hatalomhoz, ami pedig hát Demeter Szilárdnak a Magyarországból való esetleges távozását illeti, hát erre talán esetleg akkor kerülhet sor, hogyha kormányváltás lesz, de mindaddig, amíg erre nem kerül sor, hát Demeter Szilárd ma a magyar kultúrpolitika egyik legfontosabb, ha ugyan nem a legfontosabb döntéshozója. Tehát őnek is semmi oka nincs egyelőre. De én ezt a Tóth Krisztinára mondtam. Jó, nem. Csak ugye érzékeltetni akartam a helyzet különbségét. Tehát, hogy Tóth Krisztina ugye nincs hatalmi pozícióban, Demeter Szilárd pedig ő megmondta elég nyíltan, hogy ő 100 vagy 120 százalékos orbánista. 120. Na, bocsánat, igen, majdnem. Igen, jól emlékeztél, hogy nem 100. Hát azért tettem fel a kérdést, mert hogy több mint 100, igen. Stahanovista orbánista. Igen, tehát ő hát ő ért ahhoz, hogy másokat megsértsen, de egyébként nekem meggyőződésem, hogy ő nem csak a balliberális értelmiségnek, meg íróknak üzen. Tehát ő, ha figyelmesen elolvassátok azért a hosszabb interjúit vagy írásit, abból azért kiderül, hogy ő általában beszél a magyar irodalom alacsony minőségéről. Tehát nem mondja azt, hogy bezzeg a hatalomhoz közeli írók milyen nagyszerűek, milyen óriási alkotói géniusszal rendelkezett, nem, hanem ő általában. Tehát akkor most megvédjük Demeter Szilárdot, én nem azt háromból hárman hát megvédjük. Azért nem azt mondom, hogy etvaszok, mert nincsenek ilyen etvaszok. Tehát Demeter Szilárd azért most már évek óta, hogy ott megpróbálja kitermelni ezeket, de nem tud kitermelni. Én szerintem Demeter Szilárd azért fikázza a magyar irodalmat, hogy lényegében amblok, mert Demeter Szilárd egy sértett kis pöcs, akinek már annak idején a gimnáziumba visszadobták az önképzőkörben a novelláit, hogy fasságok. És akkor ő benne ez így meggyökerezett, hogy az irodalom rossz, én meg kurva jó vagyok, és ebben a, hogy mondjam, forradalmi hevületben élő azóta is, láttunk bár ilyet, általában 16 évesen el szokott múlni az irodalmároknál, és akkor lehet is belőlük irodalmár. Demeter Szilárdból irodalmár soha nem lesz, ő kultúrkomisszár lesz. Szavai. Azt viszont jól megkaptak csinálja. Pénzparipát, fegyvert, minden, nem? Egyébként ott van a saját író, a előletet, oké, de mindent megkaptak. Most annyira szeretem ezt, hogy mit tettek le az asztalra? De nem. Megkaptam ma a Bookline-nak a top 50 listáját. Hát minden fél Budapestet megkapta. Nincs benne. Egy mondatot. Egyszerűen a közönség azt fogja venni, amit jó, ez nem igaz, mert azért a marketing, meg a reklám, meg de hogy azért mégiscsak úgy vásárol a közönség, amit tetszik neki, amit olvasni akar, és ez valami nehéz ezt felülírni. Hát se lehet próbálni, mint a benzináról, a hatósági ízlés. Hadd védjen meg csak egy mondatban a szavaimat, tehát én most nem védtem Demeter Szilárdot. Nem is gyanúsítottam. Én pusztán megpróbálom értelmezni azt, amit mond, és nekem az a benyomásom, hogy ő nem kizárólag a balliberálisokat ostorozta ezzel, hanem valójában a saját táborának a részvevőit is, és nekem az a benyomásom, hogy a háttérben, az általtok mögött könnyen lehet, hogy ő számos más jobb oldalhoz kötődő alkotása is azt mondja, hogy színvonal alatti. Azt szeretném mondani, hogy egyrészt a Pistához, hogy mondd meg nekem, hogy mi a túrót lehetett azon vágni, hogy gyűlölöm a színházat és nem járok színházba. Hát mit tudom én, látni kéne az eredetit. Nem tudom. Mit? Hát ott teljes beszélgetés. Mi? Jó, de az csak egy része. Ugye, okay, az. De hát ne haragudj. Demeter Szilárd érdektelen tényleg, mint magánember. Itt arról az emberről van szó, bár ennek van előzménye, és Isten nyugosztalja drága Szalai Pannit. Emlékeztek rá talán, hogy ő mesélte, hogy úgy a médiahatóság főnöke, hogy egyébként nem néz tévét, nem hallgat rádiót, és nem tudom. Szóval azért ez egy szakmai követelmény. Tehát ha úgy tetszik, munkaköri leírás. Már ne haragudjatok. Én nekem ezzel az egészen például ez a problémám. És amikor arra szóra rá kérdezés, ezt a Mandiner interjút érdemes elolvasni, de egyébként, ha olvas az ember, mert kénytelen azért Demeter Szilárdot olvasni, nem Demeter Szilárd miatt, hanem a státusza miatt. Mm. Tehát, amikor a zene jut eszében, akkor idézőjelben csak, hát hogy is mondjam, végül nem is. Nem jön a komoly zene, úgy látszik, hogy felelős kormány biztos. De ugye, amikor általában milliárdokról beszélünk, akkor azért nem át Demeter Szilárddal és intézménnyel a kapcsolatban az embernek hozzátennie azt, hogy mire költhetsz pénzt.
A kuratóriumai, persze, hivatkozik a kuratóriumra, és a Mandiner interjúban el is hangzik. Nyilván meg kell azt tenni, hogy esetleg visszamenőlegesen megnézzük, hogy egyébként a kuratóriumok hogy döntenek. De kuratóriumokat a mi kis hazánkban nem szakmai közösségek szoktak különben kinevezni, és azért a kultúrpolitikának nyilvánvalóan kontextusa van. És ahogy meg, amit a Tibor mondott, és az adja meg egyébként a Demeter szövegeinek a súlyát, pontosabban a PIM főigazgatójának, hogy a nevét se ejtsem ki, a súlyát a kontextus adja meg egyrészt, másrészt pedig Demeter Szilárdban, mint magánemberben látható módon egyébként ez a fajta arisztokratizmus, vagy nem is tudom, sértettség. Hát ő ezt így gondol. Hát ő így gondol magán. Tehát ez a sértettség egyébként, hogy mindenki kutyaszar, egy tíz kutyaszarok vagytok. De hát hogy ne? De hát persze, én így gondolom. Én ezzel tegnap is hallottam a mondókárnak ezt a részét is, és abszolút egyetértek vele. Tehát ez a fiú, ugye, aki irodalmárként azzal pózol, hogy ő szokott verekedni. Ja. Hú, a kurva életben. Irodalmárként lehet ezzel pózolni, de erre 30 kilós testalkattal nehéz ez. De gyerekek, még lehet belőle valami. De dobjuk az egészet, ez ennyit ér. Én leragadok annál az egy mondatnál, hogy azért annak én nem örülök, hogyha mondjuk például egy szakmai testület vagy intézmény élen olyan ember van, aki azt mondja, és most ezt vághatod akár, hogy ez nyilvánvaló, meg akármit is mondhatod még azon kívül, például, hogy szerelmes a múltba, annak a jelentősége, hogy egyébként a színház finanszírozással foglalkozó pénzosztó, jó, és azért kuratórium, na ezt hagyjuk azért a kuratóriumoknak Magyarországon a túldimenzionálását, hogy bár nyilván valamiben beleszólhatok, és mindenkinek megvan a maga gatyája, haverja, meg az izéje, de azért én nem hiszem, hogy mondjam, ugyanígy az megállna, hogy egyébként le van szarva a magyar irodalom, de nem is olvasom. De ezt nem mondta, de viszont a színházal kategorikusan kijelentette, hogy személyes okokból ő nem jár színházba. Hát csokolom, még egyszer, mi van a munkaköri leírásában? Péter arra reagáljak, ugye mondta, hogy ez valószínű onnan van, hogy ő egy meg nem értett sértett. De én most Demeter Szilárdnak mondom, hogy a múlt századon, században a világ legnagyobb képhamisítója, úgy hívták, hogy Han van Mégeren. Ő egy meg nem értett festő volt. És tudnánk sajnos néhány meg nem értett festőt mondani, hogy sokkal durvább csávó lett. De önállóan nekem is durvább csávó lett, ő ugyanis elhatározta, hogy a sértettségét átfordítja, és bebizonyítja ezeknek a szemét kritikusoknak, hogy átveri őket, és ő lett a világ legnagyobb képhamisítója, de úgy, hogy megtévesztette Hollandia ez legnagyobb irodalom, vagy művészettörténészeit, Göringnek adott el festve, Göringnek vagy Goebbelsnek adott el, a nagy németalföldi festőknek a hamisítványait, persze úgy, hogy Göring nem tudta, hogy ezek hamisítványok. Pedig az kockázatos lehetett. Épp az, hogy az milyen kockázatos lehetett, és valamikor a 60-as években bukott le, de a csávó érdemes, van egy ilyen könyveiként, hogy a képhamisító, ott kerestem most rá a nevére, mert már nem emlékeztem, zseniális maga a könyv, olvassák el. Tehát lehet még Demeter Szilárd is. Elképzelem, hogy megfogadja Demeter Szilárd így a tanácsodat, és így Isten éltese Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijt, akinek van a 200 születésnapja, ír egy bűnés bűnés. Nem másolja a szóról szóra, tudod, mit fog írni? Majd azt mondja, hogy az enyém jó. Petri nagy verseket fog írni. Ja, szerintem meg a Demeter Szilárdnak küldendő színházjegyeket, azt mondja, Péternek meg nekem nyugodtan lehet. Én nem tovább, szeretem. Egyébként, bocsánat, hogy itt még hozzátennék, hogy Tibor, olvastad, nyilván kiderült a Mandiner interjút, nehogy azt hidd, hogy az egy teljesebb interjú, nyilvánvalóan, meg ha úgy tetszik, kifejti. Hát nem tudom, hogy mit mondhatott abban egyébként abban a nagyon megvágott Telex interjúban, mert olyan nagy, hogy mondjam, nincs szögesen ellentétben a szövegeidével. Ezt nem tudjuk, nem tudom. Pista, hogy valamilyen szinten mindig muszáj neked önmarcangolni. Ez egy tetű. Demeter Szilárd kapcsán önmarcangolni. Illetőleg nem ő a tetű, hanem aki kinevezte. Ez biztos, és az, de ettől még a kontextus, mindenki megérdemli. Gondolj, nekem egy nagyon rövid történet, de lehet, hogy már meséltem is. Egyszer csináltak velem egy interjút Che Guevaráról, mint történésszel, és Duna Televízió, kijöttek, leültettek, mondtam, és kérdezték, hogy és igaz-e, hogy Che Guevara tömeggyilkosságban vett részt.
És ilyen történész objektív, és nem mond se igen, se nemet, viszont szép egész mondatokban nyilatkozik, ezért azt mondtam, hogy dokumentumok nem támasztják alá, hogy Che Guevara a tömeggyilkosságban vett részt, megvágták, hogy vették meg, megjelent Konok Tamás történész, hogy elsültem tőle határon, hát, voltam a és azt mondta, hogy Che Guevara a tömeggyilkosságokban vett részt. Aha. Igen. És akkor írtam is a Duna TV-nél, hogy szeretnék Konok Tamás véleményétől elhatárolódni, nem ismerem, hogy ki a franc, és ne haragudjanak önöknek többet, soha többé. Tehát erre csak arra mondtam, nem akarom védeni a Demetert, és mindenben egyetértek, amit mindannyian gondolunk róla szerintem. De a kontextus, még egy rablógyilkos, egy utolsó szaráz is. Amúgy ebben neked igazad van. Péter, én tőle tudtam meg, hogy Vas Albert nyilas újságba írt, de Che Guevaráról is úgy tudtam, hogy ő személyesen, mint belügyminiszter 4000 halálos ítéletet. Hát legalábbis nem bizony. Hát csak azt tudom elismételni, mint a Duna TV-nek, nincs róla dokumentum. Oké, okay, akkor lépjünk tovább. Egy merész vágással Che Guevaráról Karácsonyra. Karácsony? Hát őt is nehéz megérteni, ugye? Igen. Tehát ha most tényleg egy napja mondjuk, ha egy napja lennék a politikában, és előtte soha az életemben még egy ízét se vettem volna kezembe, egy semmit se, akkor is fölmerülne bennem a gyanú, hogyha az Index fölhív, hogy el akarják adni a Városházát, hogy legalább annyit mondok, hogy pillanat, majd utána nézek és reflektárok, nem pedig azonnal nyilatkozom. Tehát nem értem a csávot. Mi zajlik itt? Mi folyik itt Gyöngyösen, emberek? Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely olyan sokat foglalkozott az utóbbi hónapokban az előválasztással, aztán Márki-Zay Péter fényesítésével, hogy kissé megfeledkezett a főpolgármesteri munkájáról szemmel láthatóan, mert hogyha tudott erről az előkészítéstől, és ennek ellenére tagadta, az a baj, ha meg nem tudott, és a háta mögött a vagyonkezelő főigazgatója, vezetője a háta mögött tudott tárgyalásokba bocsátkozni, az is baj. Mert abban a hangfelvételben hát azt hangzik el, hogy ő ezt a tervet már bemutatta a kabinetnek, azaz a főpolgármesteri kabinetnek. Tehát könnyen lehet, hogy mégiscsak szó volt erről a lehetséges eladásról a fővárosi kabinet ülésén, még hogyha formálisan nem is döntöttek erről. Tehát itt több a baj, tehát én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek végre valahára össze kéne szednie magát, hogyha komolyabb városvezető akar lenni, és tudok mindent, tehát tudom azt, hogy tény, hogy voltak elvonások a Városházától, ismerem ezt a történetet, iparűzési adó, szolidaritási adó, stb. És én ezt igyekszem is figyelembe venni. De könyörgöm, nem lehet mindent még ebben a rendszerben sem a kormány számlájára írni. Tehát az, hogy például Karácsony Gergely mennyire figyel oda a kabinetüléseken, vagy mennyire figyel oda például a tévévitán, az már nem a kormány hibája. Könyörgöm, ő maga vallotta be, hogy élete egyik legfontosabb tévévitáján azon járt az esze, hogy mi lesz a fiatal röplabda edzésével. Tehát ez azért, azt kell, hogy mondjam, eléggé gáz, és hát ugye van egy olyan probléma az ellenzék számára ebből a szempontból, hogy Karácsonynak ezen hibái természetesen a kormányzati média igyekszik, meg a Fideszről nem beszélve, igyekszik kihasználni, és nem csak ők, hanem hát Karácsony minél inkább elkoptatja magát, lehetővé válik más ellenzéki pártnak, például a demokratikus koalíciónak majd idővel a helyébe lépnie. Tehát, hogyha Karácsony népszerűsége esetleg a következő 3 évben tovább csökken, tovább és tovább, akkor majd idővel azt mondhatja a DK, hogy majd állítok egy szakszerűbb jelöltet. Persze ez az is kell, hogy a DK erősítsen a budapesti pozíción, mert azért az előválasztás során azért kiderült, hogy például a budai kerületekben a demokratikus koalíciónak jócskán van mit erősítenie. Hát én nem tudom, nyilván egyébként, ha egy vezetőről kiderül, hogy nem alkalmas, akkor X, Y, Z, Q, C pártnak állíthat valaki helyette riválist. Azért van neked is prekoncepció, de elég rendesen, Tibor. Na, ez az egyik dolog. A másik pedig az az igazság, hogy nagy érdeklődéssel figyel még mindig, mondjuk például e körül kibontakozó vitát, hogy egy országban arról, hogy valakinek megfordul a fejébe, hogy valamit megcsinál, de úgy egyébként nem csinálja meg,
meg nem is akarja megcsinálni, abból hogy lesz az, hogy most itt neki állt mutyizni? Úgyhogy ha megkérdezik, akkor azt kell mondani az elején, amit elmondtál, hogy eszünkbe jutott, de hülyeség is egy dolgokat elment, kész. Hossz jó napot. Ehhez képest már olyan széria lett belőle, hogy én ugye a felénél feladtam, és most már megvárom a végeredményt, mert nem lehet napról napra követni a tűzihoz, milyen lógásokban halad. Azt gondolom, na pontosan itt van egyébként adott esetben az állampolgárnak a személyes, hogy hívják, a megítélő képességével, meg ahogy én most elnézem a megnéztem tegnap a főpolgármester helyettesnek a nyilatkozatát. Láttam én is. Hát gondolom, ott voltál, hát nem ott, hanem izé. Na szóval, ez egy picit emlékeztetett engem annak idején lezajlott Tocsik ügyre is, amikor, vagy akár, ha úgy tetszik, a valamikori Horváth István interjúra, ami a rendszerváltás előtt született, és ugye Kondor Kati hasbalkasztotta a Horváth Istvánt, mint belügyminiszter, azért, aki egy nagy hatalom volt, és megkérdezte, hogy megfigyeljük a Fidesz vagy nem, és a Horváth lényegében azzal kinyírta magát, hogy ott a helyszínen tökön szúrta magát, és nem tudott értelmes mondatokat kimondani az ügyel kapcsolatban. Na most itt én ezt látom, hogy még ha igaz is elfogadom azt, hogy kapásból a Karácsonynak azt kellett volna mondani, hogy lehet, hogy volt erről valaha szó, vagy valamilyen összefüggőben, és egyébként pedig értelemszerűen nincsen szó, de azért ennek a szerencsétlen közvéleménynek is azért föl kéne fogni, hogy nem egy vagyonkezelő vezérigazgatója adja el a Városházát, és azt nem is tudja eladni. De a közvélemény nem is ismeri a folyamatot. A folyamatot... Tehát nem ismeri az, hogy kell ehhez még a tulajdonosi bizottság, meg a közgyűlés. Hogy a közvélemény ezt a dolgot meg tudja ítélni, nem is kell a folyamatot ismernie. Ezt az ingatlant a közgyűlés adhatja el. Mert nem várom benne azt se, hogy ismeri a jogszabályi helyet, ami ide vonatkozik ráadásul, hogy nem is lehet eladni. És egy ilyen történetből egyébként az ellenzéki, zseniális média tanácsadókkal, politikai, önkormányzati képviselőkkel, és mondjuk ebben az értelemben a Karácsony tökéletlenségével együtt is lehetett kerekíteni egy ekkora históriát. Hát én ettől... És még hol van a vége? Na jó, de nem... De milyen vége? Te szoktad is szóriára. Hát hol van a vége? Hát hol van a vége? Sánat, hát mi nem már hozzák a vagyonkezelő vezetőjét. A sztorinak, a közmé... Hát még ezt habosítani fogják. Te szoktad nézni a közmédia iradóját. Na és? Látod, hogy ott hogy adják el a sztorinak? Én értem. Folyamatosan azt mondják, hogy már megint hazudik. De az Indexre úgy hivatkoznak, az a zseniális benne, hogy az az Index, ahol most már a pesti srácok volt munkatársai is feltűnnek, tehát most már annyira egyértelmű, hogy az Index az mi, úgy hivatkoznak rá, és ez a sugallat, hogy ráadásul a sajátjai a írják ki Karácsony. De figyelj, Pista, én tehát tudom, hogy mit fognak mondani. Én most azon túl inkább jellemzően arra szeretnék utalni, hogy tudjuk ezt is. Az, hogy ők mit fognak ebből a históriából, a NER sajtó meg propaganda csinálni, tudható. Én attól vagyok megdermedve, hogy az ellenzéki politika, és ha úgy tetszik, az ellenzéki elemzők egy jelentős része ettől most tökön szúrja magát. Egy mondatot, vagy két mondatot hangsúlyoznék ebben az ügyben folyamatosan, hogy adásvétel akkor van, hogyha a kompetens testület vagy személy, aki tulajdonában van valami, az eladja. Ez miért nem ezt mondta akkor Karácsony? De már belesodrottak, hogy ezt már nem mondhatják, mert ez már kevés. Ahogy így mondod, hogy téged a Tocsik ügyre emlékeztem, hogy tényleg nem kell a nagyon visszamenni időbe, meg személybe, meg helyben, engem azért az egész belekavarodás, meg azért nem tudtam róla, meg a hátam mögött, ez bizony a Zuglói Karácsonyra. De lehet tárgyalni! Zuglói Karácsonyra emlékeztet, úgyhogy volt már ilyen csak. Egyébként te határozott. De lehet tárgyalni, nincs ebben semmi. De hadd mondjam, most már akkor végig, tehát nagyjából éppen azt akarom aláhúzni, hogy ebben ugyanakkor ráadásul nincs semmi, tehát ebben szerintem olyan mértékig nincsen semmi, hogy amennyiben erről tárgyalások folytak, még az sem egy szörnyű dolog, hiszen ez itt egy nagyon régi épület, ami annak idején kórháznak épült, ugye ráadásul ez ilyen sebesült kórház, az invalidus háznak, egyáltalán nem arra való, hogy ott ilyen irodák legyenek, az se lett volna ördögtől. Azt mondják, hogy egy modern irodaépületet akarunk, ebből meg lesz egy műemlék, ebből lesz egy akármi, csak ugye az emberben egyrészt oldhatunk, fölmerülnek a NER-beli, ki lesz, mi lesz, akkor hogy lesz a garázs,
hogy lesz a park. A park szerintem nagyon fontos, tehát már eleve én nem vagyok jó iszemér szerintem a közvelői nagy része sem azzal, hogyha ilyen gyanús történetek folynak. Én azért azelőtt is nyitott lennék, adják el a parlamentet a francba, adják el a fővárosi nagycirkusznak, és ezért ilyen hogy is hívják, hogy jelentkezzenek be a képviselők, ilyen nyomogatós játékon, mert online. Bőven elegendő lenne online, és akkor még nem is kell maszkot hordaniuk sem, mert kötelező voltat is. Egyetlen dolgot akarok még azt mondani, hogy igen, a karácsony már megint belement ebbe a maszatolásba, rutinszerűen, mert egy kibaszottul olyan ember, aki nem hajlandó nagyjából soha semmiért a felelősséget vállalni, aki mindentől távol akar lenni, ez az imidzse. Tehát így ő már szerintem reflexből azt mondják, hogy mint a gyerek egyébként. Az ott mi volt? Nem én voltam, nem én dobtam. Karácsony egy távolodó. Ezt a puha attitűdöt, amikor nem történik semmi, mert tényleg egyébként bárki bármiről beszélhet, még egy vagyonkezelő igazgatója is, egyébként ezt a dolgot nem a karácsony csesztem el, hanem a körülette lévő nevezük egyszerűen közvélemények, egyszerűen összeszarta magát, és azért bátorodott föl, mert jól vette észre, hogy ezek azt se tudják értelmezni, vagy fölfogni, ha nem történik semmi. De karácsony és az a szörnyű ebben, hogy itt van egy rakás, jeles ellenzéki figura, aki egyébként úgy várja, hogy a karácsonynak már el legyen vágva a tarka, hogy ez valami hihetetlen. Erről beszéltem az imi. De nem karácsony, erről beszéltél, nem arról fel. Beszéltél, hogy te itt például ezt várod, és úgy gondolod, hogy a karácsonynak menni kell. Én azt várom, nem, én nem ezt mondtam, én azt várom, hogy a demokratikus koalíció vár arra például, hogy karácsony népszerűsége minél jobban csökkenjen. De hát nem mentsük fel. De ezt honnan tudod? De nem mentsük fel, hogy honnan tudom. Hát onnan tudom például, Sanyi, onnan tudom, hogy a demokratikus koalíció ellen nagyon keményt folytatott Karácsony Gergely is, amikor például Karácsony azt mondta, hogy SMS-ben zsarolta meg őt a DK elnöke. Ezek után természetesen a DK az első adandó alkalommal, vagy a többi alkalom adandóval, majd meg fogja bosszulni Karácsony ez egyébként a lépésre. Itt van ez a pikáns kérdés, ki szivárogtatta ki ezt a hangfelvételt? Jó, hagyd egyezzek meg, hogy nyilván azért egyébként, ha már itt DK-dunk, biztos itt mindenki mindig tör lesz mindennél. Itt mindenki mindennél tör lesz, de egyelőre azt azért tudjuk például, hogy a DK-nak nincsen Karácsonyhoz képest alternatíva gyénynél, mert Erzsébetet most vették szar. Következő három évben még ki lehet élni. Mindent lehet, persze. Jó. Még egy lehet adóbálni. Koncepciót felhúzni. Na, csak annyit, de Sanyi, én nem viccelek, én komolyan beszélek. Hát én tudom, hát elég. Hát csapjám az asztalt. Nem tudok, mert nem figyeltek rá, még arra sem asztalt. Tehát, hogy attól válik igazán súlyos az ügy, hogy igazából nincs ügy. Tehát én ezért nem értem ezt. Tehát azért ott azért meg kéne szólalni a részcsengőnek. Az Index főszerkesztője maga a kis kerrével írja a cikket. És akkor mi volt az első reakció? Nem, semmi. Soha többet nem olvasok Indexet. Miközben tudja, hogy mégiscsak van valami a kezünkben, hát azért annyi nem jött. Kövér László nem csinálta akkor a problémát egy ilyen ügy, egy tényleges ügyből, mint a megkorát. Jó, figyelj, de ha arra akarunk kiukadni egyébként, hogy a politikai elitnek a minősége ebben az értelemben is intellektuálisan, de akár mentálisan is egy rakás szart nem ér, ezzel én messze egyetértek. Csak ugye vannak mindig ilyen futottak még kategóriák, aki éppen aktuálisan, akin leveri mindenki a saját frusztrációit. Ez most a karácsony. De olyan alkalmas rá. Szerettem volna még beszélni. Könnyű bat meg nem alkalmasnak lenni semmire, ha az ember anarchista. Sok mindenre alkalmas lenni, erre alkalmas. Szerettem volna beszélni még arról. Péternek sírfeliratnak is jó lehet. Szerettem volna még beszélni arról, hogy a magyar közélete jutott oda, hogy most már nem is kell, már az az ember sem bukik bele, jelesül ugye Veres Lászlóra gondolok, aki valamit elkövetett, súlyos dolgot elkövetett, nem hogy a főnöke nem bukik bele, miközben mondjuk nem kell messzire menni Ausztriába, a kancellár belebukik egy olyan dologba, ami nálunk szinte értelmezhetetlen probléma, mert hogy minden közvéleménykutatást gyakorlatilag belenyúlnak. Jó, szóval vissza akarok kanyarodni, erről még jó lett volna beszélni, hogy eltelt egy hét
Veres László ügy óta. Elhalkult. Te mit vártál, Sanyi? Lesz majd ilyen a kötött fogáson is, mint régen a 168. Miről nem beszéltünk? Nem, ez a hány napja nem tudjuk már, hogy kicsoda Josip Tóth és Kaja Ibrahim. Igen. Na, de erre nincs idő. Majd, amikor 20 év múlva. Nincs idő. Sándor vagyok, ez a 477. adás, amióta semmi nem történt Kövér László ügyében. Jó, nyomogni fogok, mert nem lesz fogalma. És most sem biztos megbukik az Orbán kormány. Is mondjam el most, Sanyi. Már nagyon, már jelek. Már Orbán is rég nyugdíjban van. Oké. Jó, itt az új magyar hang. Az Orbán nyugdíjba, a Istenem, Sanyi. És Márki-Zajné Vince Felicia van a címlapon, és egy vele olvasható hosszú interjú. Még egyszer elmondom, november 27-ére már lehet venni a jegyeket a kötött fogás extrára. Azt mondom, hogy vicces Sanyi. Sanyi. Jókai utca, Hadszín Teátrum, este 7-kor. Jövő héten pedig. Ezek között a keretek között találkozunk. Viszontlátásra. Thank you.